Szövetségi kapitányunk fia, Simone Rossi azt mondta, nem beszéltem erről apámnak, és ő sem mondta nekem, de valahogy benne volt a levegőben, hogy ha pont, illetve győzelem nélkül kiesünk, akkor lemond. Ismétlem, nincs rá bizonyítékom, de annyira levert, csalódott, elkeseredett volt, hogy bármit el tudtam képzelni. Szerintetek is távozott volna Marco Rossi, ha ez a szomorú forgatókönyv valósággá válik? Szerencsére azonban nem így történt, egy drámai mérkőzésen, hát simán megvertük, mondhatom nyugodtan így a skótokat, és hát micsoda szóval katarzis szétaláztuk volt. őket. Hát igen, elküldtük őket dudálni. Na minden esetre nem akarok itt jópofizni, mert hogy ez egy tényleg végletekig izgalmas mérkőzés volt, és szerintetek benne volt a levegőben, hogy ha valóban nem sikerül nekünk most ez az Európa-bajnokság, akkor Rossi hazajött volna és lemond? Az az érdekes, hogy mindig előkerül valami ilyen hasonló történet, vagy lemondással kapcsolatos, vagy éppen egy új érdeklődővel kapcsolatos hír, amikor egy kisebb negatívum kíséri esetleg a válogatott szereplését. Pedig semmi különös nem történt ebben a csoportban, ugye írtam is róla egy hosszabb cikket a mai napon, hanem a papírforma szerintem beköszöntött az ablakon, és kialakult az a sorrend, ami tulajdonképpen előzetesen is, ha valaki reálisan közelítette ez a csoporthoz, akkor ezt kellett, hogy vizionálja. És ennek ezek szerint ugye Németország tovább jutott a csoportból, Svájccal karöltve, mi meg reménykedhetünk még abban, hogy a többi csoport jól alakul, erkölben hatalmas nagy esélyünk van, és szerintem értékelni azt a sok-sok pozitívumot, ami volt amellett, hogy azért ezúton se játszottunk olyan igazán jól. Hát olyan szinten nem, aztán még Iván is mondja el a véleményét, hogy például a Guardian az úgy fogalmazott, hogy egyik csapat sem érdemel helyet a legjobb 16 között, de legyen ez az ő bajuk, hogy ők így gondolják. Viszont Iván, te hogy gondolod, Rossi valóban ment volna? Valóban úgy döntöd volna, hogy elég ebből? Hát ott kezdeném, hogy elfogyott a hangom, tehát a tegnapi, vagy hát a hány nappal ezelőtti kedden veszik fel, hát a pár nappal ezelőtti találkozón elfogyott a hangom, olyan ordibálás volt a győztes gól után, hogy egyszerűen nem lehetett megmaradni. Úgyhogy ezért elnézést kérek. Ugyanakkor Marco Rossival kapcsolatban, meg Simone Rossival kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy úgy tűnik, hogy családi ügy lett a Marco Rossi career management, mert ugye eddig ugye azt vártam, legalábbis én naívan azt vártam, hogy magyar tanú Marco Rossi nyolcadjára, de nem Premier League, és nem Premier League csapat keresi Marco Rossit, és nem magyar útonú Marco Rossi, hanem hogy lemondott volna most. Hát nem tudom, szerintem azért jó sokáig volt még szerződése, biztosan nem mondott volna rá. Azt viszont megjegyezném, és erről biztosan fogunk beszélni, hogy kárgóknak szokás ezeket a hangokat nevezni, azért voltak rendesen. Tehát maradjunk annyiba, hogy most érzem azt először, hogy nem volt alaptalan Marco Rossinak a kifakadása, hogy minek károgunk, és minek próbáljuk a negatívat kivenni. Pont ahogy Rudi mondta, sajnos egyet kell értsek, semmi különös nem történt ebben a csoportban. Csak a papírforma. Így van, pontosan. Tehát, hogyha én ezt próbáltam külső szemmel nézni, külföldi szemmel nézni, mármint úgy külföldi szemmel, hogy mit mondana egy, most nem az a Guardian-re gondolok, mert az egy teljes baromság, mi azt így nem érdemli meg, hogy tovább is a egyik csapat se, ez egy hatalmas nagy hülyeség, de hogyha úgy nézem, hogy nem magyarországi szemmel, akkor igen, az, hogy Svájc megveri Magyarországot, az nem egy nagy dolog, az egy papírforma. Az, hogy Skócia kikap Magyarországtól, az egy kiki mérkőzés. Most a 90, valaki mondta mellettem, ült, azt mondta, hogy a 90. percben nyerte meg a magyar válogatott, úgyhogy ezt fogom használni innentől. A 90. percben nyert a magyar válogatott, tehát ez tényleg papírforma, ez nem meglepő. Tehát innen nézve, Marco Rossi nem csinált se jót, se rosszat ezen az Európa-bajnokságon, illetve, hogyha onnan nézem, akkor így, hogy a továbbítás küszöbén a magyar csapat, azt kell, hogy mondjam, hogy teljesíti azt, amit elvárhatunk tőle. De mondjuk azért hívtuk mi papírformának, bocsánat, Andrist, azt azért tisztázzuk, mert ha megnézzük akár a csapatok értékeit, megnézzük, hogy hány játékos játszik top bajnokságban a skót és a magyar csapatból, akkor azt látjuk, hogy közel azonos. Persze a skótoknál játszik még a többi játékos a Celticben, amely jóval előrébb
helyezkedik el a klub rangsorban, mint a legtöbb magyar csapat, vagy játszanak még az angol másodosztályban olyan csapatokban, amely egytől egyig a playoffban szerepel, sőt, ugye Southampton fel is jutott a Premier League-be, szóval jó csapatokban játszanak, de ettől függetlenül ugye szerintem mi azért soroltuk a magyar válogatottat a harmadik helyre, és azért mondjuk, hogy papírforma eredmény alakult ki, mert a 2022-23-as évben is a magyar válogatott jóval jobban teljesített százalék arányban is meghatározva, mint a skót csapat, és ráadásul ezt tette úgy, hogy a Nemzetek Ligájában a magyar csapat már az A csoportban játszott magyarul jobb minőségű ellenfelek ellen, ugye a skótok most jutottak fel az A divízióba. Szóval összességében azt elmondható, hogy a magyar csapat a csapatépítés terén előrébb tart egy hajszányival jelen pillanatban, mint ez a skót csapat, és az, hogy mi csapatként jobbak vagyunk, szerintem ez helyezte pár százaléknyival a skót elé ezt a magyar keretet, és ezért mondhatjuk azt, hogy Ivánnak maximálisan igaza van, hogy ettől függetlenül ez 50-50 százalék volt körülbelül, de mégis a magyarok fellé billent egy picit a mérleg előzetesen. Igen, és témánál is vagyunk, hadd hozzunk vissza egy kicsit a régiből, kis vita legyen itt egyből az elején. Amikor azt mondom, hogy csapatként vagyunk jobbak, én azt is látom mondani, hogy egyénileg is jobb csapat a magyar váltott. Tehát én ezt tudom, hogy ez viszont, ezt nem láttam sok helyen leírva, ezt most én nagyon közelről a második sorból tudtam végignézni. Konkrétan arról van szó, hogy a magyar válogatott játékosai jobbak, mint a skót válogatott játékosai összességében. Posztról posztra nézve. Ezen a meccsen vagy általánosságban? Ezen a meccsen. Jobb volt a magyar csapat. Tehát az, hogy Sallai Roland volt a mezőny legjobb, és akkor McTominayt, most ne is Szabinak a lelkét nem akarom szorítani, de hogy ő Manchester United játékos képes lenni, ezzel a játéktudással, amit itt ma, vagy nem ma, hanem ezen a találkozón megmutatott, az azért, hogy mondjam, kicsit elgondolkoztat. Tehát én azt szűrtem le, egyik nagy leszűrésem volt, nagy tanulsága volt nekem ennek a mérkőzésnek, hogy itt van az a tétel bebizonyítva, hogy az, hogy valaki a Championship-be játszik, valaki meg az olasz kettőbe, ezt a kettőt egész egyszerűen nem lehet összehasonlítani tökéletesen. Nem lehet. Mert itt jobban nézett ki, egy Schäfer András és Sallai Roland jobban nézett ki, mint bármelyik skót játékos a túloldal. És ez nagy szó szerintem. Érdekes egyébként, hogy itt lehet, hogy megint Marco Rossi szerepe szóba kell, hogy jöjjön, hiszen ugye erről is írtak skótlapok, hogy a különbség a szövetségkapitányok között volt, leginkább, és akkor itt még gyorsan befejezem azt a gondolatot, amit Simone mondott, a fiú, hogy ismétlem, nincs rá bizonyítékom, de annyira levert, csalódott, elkeseredett volt, hogy bármit el tudtam képzelni, ezért is volt nagyon fontos mondhatni életmentő, Csobot Kevin 100. percben lőtt győztes gólja. És ugye Iván, mivel a helyszínen látta a találkozót, már írta nekünk korábban, hogy mindenképpen szeretne arról beszélni, hogy egy csomó mindenben megváltozott a véleménye a játékosokról, meg Rossiról, meg az egész szurkolói kultúráról, és mivel bele is kezdtünk ebbe a témába, azért maradjunk is ennél a témánál, hogy mi volt az a drasztikus dolog, amitől megváltozott a véleményed, mert hogy azért azzal nehéz vitatkozni, hogy Varga sérüléséig egy borzalmas, gyenge színvonalú találkozót láttunk, nem? Nem így nézett ki közelről. Tehát egy nagyon feszült, nagyon izgalmas találkozónak tűnt közelről. Főleg azért, mert mindannyian tudtuk, hogy itt most egyik vagy másodat nyernie kell, mert a döntetlennel rohadtul nem lesz kisegítve egyik sem. Ezért én azt nyugtatgattam a csávót mellettem, innen is üdvözlöm, mert nagyon idegesített már a vége felé, hogy jaj, a Szoboszlai nem csinál semmit, tehát támadjunk, meg tudod, na, hát ez ennyit a szurkolói kultúra, nagyon kemény amúgy, hogy mennyire elvetemült a magyar szurkolói tömeg, kicsit több piros fejező kellene nézni. Együtt sírunk, együtt nevetünk, nem igazán érvényes? Hát, de igen, csak ez az elvárás, hogy én megvettem a jegyet, és ez nekem jár, hogy ma jól játszunk, tehát ez jár. Skótok, tudod, mit csináltak a meccs után? Amikor ugye a magyar mit csinálna, szerinted sírna, mint az állat. A skót az nevetgélt, gratulált, egészen elképesztő volt. Ők mondták, hogy ezt várták, tehát hogy ezt várják. A skót nemzet 11-től ők ezt várják, és ez nagyon jó elvé egyébként volt. Egyébként a meccs előtt is van, nagyon barátságosak voltak, ezt lehet hallani. Rendkívül jó volt a hangulat a két szurkolótábor között, de hogy csak azt akarom mondani ezzel, nem azt mondom, hogy ez így jó, hogy a skótok nem voltak kiábrándulva, csak hogy a magyar szurkolói sereg, a magyar átlag szurkoló még már akkor elégedetlen volt, amikor még nem is lett vége a meccsnek. Tehát nem az volt, hogy belelovaljuk őket, lejátszottak 10 nap alatt harmadik meccset, Szoboszlai a fenekén veszi a levegőt konkrétan. A Schäfer András az olyat focizott, hogy én nem is emlékszem, hogy magyar játékostól én ilyet láttam volna. Na, ez változtatta meg, de hogy visszatérek és egy kicsit konkrétabb legyek.
Marco Rossit most már másodjára néztem végig a második sorból, körülbelül 10 méterre volt tőlem, és nem tudtam levenni róla a szememet. Mennyire kontrollálja az ő kispadját, a mérkőzés tervet, hogy hogyan működik együtt Lackó Zsolttal és Cosimoval. Elképesztő volt az a profizmus, meg az az intenzitás. Hát én azt hittem, hogy én vagyok feldúlva mérkőzésenként, meg én vagyok ideges, meg én kapok szívinfarktust. Hát ez a csávó, ez elképesztő. Elképesztő. Szóval nagyot nőtt a szemembe, meg hát a cseréje az, hogy Csobotot hozta be, úgyhogy ott volt mindenki, ott volt Gazdag, ott volt Horváth Krisztófer. Tehát, hogy lett volna lehetősége máshogy cserélni, és ekkor behúzza azt a Csobotot, aki ugye mindenki, köztük én is, lehet, hogy nem láttam volna szívesen ebbe a válogatott keretbe, hát befogom a számot, és tényleg ez egy igazi, nagybetűs edzői teljesítmény volt. Rudi, mi a véleményed? Nyilván mi csak a televízióból láttuk a mérkőzést, és nyilván nekünk is volnak elvárásaink, megfogalmazunk közben kritikát, ugyanakkor én azt gondolom, hogy amin oly sokszor nevet Iván, te voltál talán közülünk a legjobban szokás szerint a realitás talaján, tehát hogy igazából te nem billentél ki se föl, se le, ezért te eléggé szerintem józanul tudtad megítélni, ami történt ezen a meccsen. Igen, egyrésztről egy apró kitérő, ugye itt Iván azért ugrándozik a napok között, mert éppen repülés közepette van, és időzónákat vált, és nem is tudja, hogy mikor volt a mérkőzés. Még hétfő este van, de nála már ki tudja, mi van ott. Igen, itt még hétfő van, előbb kedvet mondom, de csak a nézők tudják, hogy hol járunk körülbelül időben. De visszatérve a tegnapi mérkőzésre, azt tudom elmondani, hogy ettől függetlenül azért ez tényleg nem volt jó találkozó. Bármennyire is izgalmasnak tűnt a helyszínről, ez sokkal inkább valóban egy tét által megalapozott olyan találkozó volt, ahol borzalmas, agresszív volt, nagyon fizikális volt az egész mérkőzés. Én ennyi kőkemény párharcot nagyon ritkán látok mérkőzéseken, ahol tényleg nem egyszer lennmaradt a játékos, Schäfer, nagyon köszönjük, hogy egyrészt nem állították ki, másrésztről pedig, hogy ugyanabban a szituációban nem sérült meg, mert az nagyon-nagyon tudott fájni, ugye a saját belépője utána, hogy csattant a sípcson. Utána természetesen szegény Varga Barnának a sérülése, de rajta kívül is a számtalan felszakadt bőr, volt több olyan összefejelés, hogy fogtam a fejemet a tévékészülők előtt. Szóval ez egy fizikálisan nagyon-nagyon nehéz, megterhelő találkozó volt. És ebben a skótok is elfáradtak a végére. És ez a két csere azért volt nagy húzás, amiről Iván beszélt, mert ugye az volt a meccsterve mind a két szakvezetőnek, hogy hát jó, hát evickéjünkkel valahogy nyilván tudunk gólt szerezni, ez egy tök nagy pozitívum, de evickéjünkkel valahogy a 80. percig, és akkor dobunk egy all-int, és nézzük meg, hát valakinek csak meg kell nyerni ezt a találkozót, hanem döntetlennel kiesünk mind a ketten. És ez, hogy ők is elkezdtek csak előrefele cserélni, ugye védők helyett középpályások, támadósorba változtatások, ugye bejött Skót gólkirálytól elkezdve mindenki. Szóval egyre inkább jöttek ezek a támadások, de ezekből, ami addig 20-30 méteren zajlott a mérkőzés, az hirtelen kinyúlt, és lett egy 50-60 méteres terület, és a nagy területekre, meg ezért mondta szerintem Iván is, hogy jók voltak a cserék, oda jött be két friss ember a szélére, akik viszont frissen tudtak nekiesni annak a skót védelemnek, amelyben ugyanúgy, mint nálunk különben több olyan játékos is volt, aki perc hiánnyal küzdött, és nagyon elkészült az erejével a végére. És nyilván ebből az adokkapokból mi jöttünk ki jól a végén, nekünk volt négy nagy helyzetünk, nekik volt egy közepesen nagy helyzetük Henley révén, ugye, amit Gulácsi védett, de a végén ott már nagyon lehetett érezni, hogy nekünk áll, és az volt a kérdés, hogy na még a végső sípszó előtt tudunk-e gólt lőni, vagy marad a 0-0 a skótokban, azért nem volt benne ez a gól. Iván, volt egy fejrázásod, nem tudom, még emlékszel-e, hogy miért? Igen, nem, csak nem akarok itt rugózni, mert tudom, Andris, hogy neked van egy tervel itt, aztán mindig van egy meccs tervel, mindjárt jön igen. Az adokok, nálunk igen, is. Szóval, hogy csak azért azt akartam kifejezni, hogy én ilyenkor jön elő belőlem az edző, tehát ezért nagyon fontos, hogy néha el kell menni meccsre, de tényleg el kell menni meccsre, mert lehet látni, hogy milyen nehézségeken kell átmenni, hát a Kerkezt le akarta cserélni 10 perc után. Olyan gyenge első fél időt futott a Kerkezt, mindaz, hogy rossz volt nézni, és elküldte a nagy Zsoltot melegíteni 10 perc után Marco Rossi, és utána átbeszélte vele, és el tudta hozni, nem tudom, 60-65 percig. Szóval, hogy ilyen kicsi, apró dolgok, amiket nem tudsz a tévéképernyőkön keresztül látni, élőben nagyon jól látszott. A másik,
hogy bejöhetett itt Skót gólkirály, tehát Ádám Martinnak a beállása konkrétan felfrissítette a támadójátékot, ez volt az egyik. A másik, amit szeretnék mondani, hogy pont erről van szó, hogy olyan ellentmondásokra tudok én most választ adni, mint amikor a magyar NB1-es edző az ilyeneket mond, hogy a nemzetközi szinttől fizikálisan van elmaradva a magyar labdarúgó például. Másik, hogy a magyar csapatok a végére elfáradnak. Na most a Skót Babek, aki kihúzódott, és amikor Robertson lejött, beállt oda egy másik játékos, már nem emlékszem a nevére, megfogta a labdát Balbekbe, a 80. percbe körülbelül keresztbe vezette a pályán, majd kipasztolta az oldalvonalon, mert annyira el volt fáradva, és fogalma nem volt, hogy hogyan kellene most futballozni. Most ehhez képest az utolsó 15 percben a magyar váltott helyzet hátán, konkrétan 3-0 kellett volna legyen az utolsó 15 perc alapján. És nem lett 3-0, mert egyébként a skót helyzetek is voltak, de azok mind lesen, úgy tűnt, hogy mindegyik lesett volna. Szóval, hogy én csak azt látom, hogy Marco Rossinak a taktikája sokkal jobban bevált, mint a skótoké. Az, hogy az első fél időben a magyar csapat nem játszott jól, nulla kapura lövése volt a skótoknak. Lehet nálad a labda, legyen nálad a labda, hidd el, hogy te tudsz fotballozni, az közben nem tudsz fotballozni, mert az utolsó 15-20 percre elfáradsz, és jön a magyar kontra, amiben viszont nagyon jók vagyunk. Szóval, hogy én azt éreztem, hogyha én vagyok a skót szövetségkapitány, és én leülök egy sör mellé a meccs után, és lebeszélem az asszisztenseimbe, hogy na mi történt, ma hogyan kaptunk ki, akkor azt a következtetést kell levonni, hogy ma engem lemeccseltek. Konkrétan én így éreztem, hogy le volt meccselve a csávó. Sokkal jobb volt Marco Rossinak a mesterve, sokkal jobbak voltak a cseréi, és egy nyilván eredményből kiindulni nehéz 90-10. Percben, ahogy szoktam mondani, 90-10. Percben rúgtuk a győztes gólt, nyilván ez szerencse kell, de ettől függetlenül mondom, az utolsó 15 perc alapján 3-0 lehetett volna a magyar válogatottnak. Na innentől jön az adok-kapok, gyorsan bedobok egy-egy témát, és akkor mind a ketten nyugodtan reagáljatok rá, meg nyilván nézőinknek is várjuk a véleményét. Szoboszlai Dominik. Eddig is látszott, hogy valami nincs rendben, most el is mondta Marco Rossi, hogy ugye gyakorlatilag izom problémái vannak, emiatt is hagyott ki edzéseket és vett részkezeléseken. Azt is hozzátette, hogy nélküle nincs magyar válogatott, nincs nélküle magyar válogatott, ezt is kérdezem, és azt is kérdezem, hogy hogyan tovább Szoboszlai Dominiknek, aki láthatóan már nem úgy játszik meccsek óta, ahogy ő tudna játszani, ha egészséges lenne. Igen, ez egy nagyon nehéz történet. Teljesen egyértelmű, hogy a magyar válogatott legjobb játékosa. Teljesen egyértelmű, hogy nincsen nélküle magyar válogatott. Ugyanakkor azt, hogy itt a csoportmérkőzések után bedobjuk azt, hogy hát most azért nem menne ki esetleg, mert hogy sérüléssel bajlódik, hát ez innen kívülről nyilván vagy igaz, vagy nem igaz. Én azért hiszek abban, hogy ilyen volumenű mérkőzésekre, akármennyire kihagyhatatlan Szoboszlai Dominik, ha nincsen olyan állapotban, hogy játékra alkalmas, akkor nem fogják berakni, mert az egy hatalmas kockázat, pláne egy ilyen fizikálisan erős mérkőzésen. És persze utána lehet azt mondani, most nézem azt, hogy például 13 párharcából ugye összesen 3-at nyert meg, nem nagyon volt szerelési kísérlete, passz hatékonysága is ugye most eléggé elmaradt a várakozástól, de ettől függetlenül ő egy vezéregyéniség volt most is, és amit például nem éreztem a német mérkőzés második gólja után, pedig az még nem volt annyira későn, 66-67. Percben, az most itt kijött a mérkőzés alatt nagyon-nagyon sokáig. A végére ő is elfáradt, az feltűnő volt. Nála nagyon feltűnő az, amikor 2-3 méterre tőle elviszik a labdát, és nem lép utána, nem csinálja meg azt a 2-3 lépést, amikor éreznéd benne a tüzet, és neki kellene mutatni azt a többi csapattagnak, hogy na, még én is kúszok-mászok, ameddig az erőm tartja, és nála az ő testbeszéde azért ezt nagyon visszaadja. Viszont azt megkérdezni bárki által, hogy mit jelent a magyar válogatottnak, hát ez tényleg annyira abszurd, hogy merőszerűen felesleges így beszélni. Iván, ez egy szocioaffektív része a futballjátéknak, ez arról van szó, hogy már csak azzal is, hogy a pályán van, segíti a magyar labdarúgó válogatottat, és ezt remélem, hogy ezt elmondom még egyszer a hátulülőknek is, hogy hallják ott hátul is, tehát csak azzal, hogy a pályán van, segíti a magyar válogatottat. Ezt a Szalai Ádámnál se hitték el. Pontosan, igen. Úgyhogy lehet, hogy már teljesen mindegy, hogy ezzel próbálkozunk. Aztán nem hallják meg. Igen, már nem is ülnek a hátsó sorba. Igen, szóval már rég leírták, hogy a Szoboszlai gyenge, és a szótnál játszani se fog.
Én hajlamos vagyok elhinni, hogy Szoboszlai Dominik nem 100%-os. Én azt is hajlamos vagyok elhinni, hogy viszont játékra alkalmas, és hogyha játékra alkalmas, akkor viszont reálisan kell értékelni a teljesítményét, és nem fogok én itt beállni a sorba, és atomjaira szedni, és kritizálni. Nem volt jó meccs a Szoboszlai Dominiknak. Már-már körülményesnek tűnt. Tehát amikor például, és ebből tudom, hogy nem 100%-os, mert Rudi, te is nagyon jó tisztában vagy vele, hogy milyen egy izomsérülés, amikor például, hogy szokták szépen mondani magyarul-angolul, megvan a lounge, amikor így nyúlsz a labda felé, tehát így el kell nyúlni, egy kicsit ki kell nyúlni a labda felé, tehát azokat nem vállalta be. Ami nem enged az izom. Igen, mert nem enged az izom. Nagyon-nagyon érdekes volt látni, hogy mit tudom én, a Schaefer megszerezte a labdát, és oda passzolta volna Dominiknak, és egy mit tudom egy méterrel, Nem a tökéletes passz, ami bármelyik másik pillanatban az egy tökéletes passznak számított volna, ez most nem számított annak. De ő sprintelt fel a 90-10. percben, nem? Ő volt az, aki átlépte a labdát. Az első érkező. Na, csak azért mondom, hogy itt azért lehet, hogy nem ért labdába, meg nem írjuk be asszisztot, hanem a Sallainak írjuk be az asszisztot, aki egyébként Szoboszlai szerepébe lépett, és a magyar váltott messze legjobb játékos ezen az EB-n. Na, szóval ennyit erről, én nagyon remélem, hogy ki tudja pihenni magát Szoboszlai, reméljük, hogy úgy jutunk tovább, hogy egy hetet tudunk pihenni. Szoboszlai Zsolt egyébként annyit mondott, hogy ezek a gyerekek nem robotok, vannak érzéseik, olykor nehézségeik, nem lehet irreális elvárásokat rakni rájuk, és ezt azért mondta, mert ő szerinte egyáltalán nem reális a 8 közé vagy a 4 közé jutásról beszélni. De nekem egy fizioterapeuta ismerősöm most már hónapok óta írogatja, hogy ő úgy tudja, hogy a dereka és a csípője nincs rendben Dominiknek, mi ezt nem tudjuk, az viszont biztos, hogy valami látszik a háttérben, és nagyon-nagyon kérdéses, hogy majd a Liverpoolban, amikor visszatér, akkor milyen időszak vár rá, reméljük, hogy ki tudja magát addig pihenni. Szoboszlai után azért érdemes, ha már Sallairól egy pár szót beszélt, Iván Schaeferről meg róla úgy beszélni, hogy mit hozhat nekik ez az EB. Tudom, ezerszer elmondjátok, hogy nem egy EB alapján választanak ki nagy csapatok játékosokat, de hát ez a két játékos szerintem, aki nem futballvak, annak feltűnik, hogy top játékos. Igen, és a Sallainál is, hogyha megnézzük a statisztikákat, ugye a földön lévő párharcaiból 11-8-at megnyert támadóként, ez egy brutális statisztika egy olyan mérkőzésen, ahol ennyire energikus ellenfél és fizikálisan jó ellenfél ellen játszol, és folyamatos párharcba vagy, és ezeket a párharcokat tudod a saját magad javára fordítani, de nem csak ezen a mérkőzésen, hát az ő dinamikája, az ő megindulásai folyamatos veszélyt jelentettek eddig is bármely csapat ellen játszottunk. Tulajdonképpen ugye az az elképzelés, az a taktika, hogy próbáltunk gyors átmenetekben gondolkodni, ebben nyilván Sallainak jutott a főszerep. Úgyhogy szerintem neki kifejezetten jó szezonja volt, játszott 37 meccsen a Freiburgban is, hiszen 8 gólt szerzett, 4 gólpassz mellett, valami hasonló a története. Szóval, és egy olyan csapatban ráadásul, aki hasonló felfogásban játszik picit, mint a magyar válogatott, szóval nem egy 90 percen át labdabirtokló és támadó csapatról beszélünk. Szóval én nagyon bízom abban, hogy ő feljebb tud lépni, mert ő kifejezetten egy alulértékelt játékosnak tartom, és úgy gondolom, hogy Sallai Roli bármely nagy csapatban ennél sokkal jobb teljesítményre képes. Azt mutatta meg Sallai Rolannak a teljesítménye, hogy ez a labdához pozícionált, relacionista, nem tudom mi, brazil futball stílus, amit beálmodtunk, hogy a magyar válogatott csinál, azt, amit ugye a svájci első fél idő óta nem is láthattunk még egy pillanatra se. Ezt egyébként kevesen beszélnek erről, nagyon kíváncsian várom, hogy mikor fogunk erről beszélni. Szóval azt mutatta meg, hogy Sallai Roland nem Baalbekből mélységirányítóként a legjobb. De nem, akkor Iván, ne haragudj, csak itt tartunk, hogy nem ezért voltak nagyon sokan csalódottak leginkább a skót meccsen? Mert mindenkivel ezt hitettük el, hogy annyit fejlődtünk már labdás fázisokban, támadásépítésben és minden, hogy azt hittük, hogy egy skótok ellen kimegyünk, és ott mi fogunk dominálni, mert mi vagyunk a jobbak, és ezt szeretnénk megmutatni. És nem ezt kapta hát, igen. Senki. Ezzel viszont én meg azért értek, vagy pontosabban, azért értek Marco Rossival egyet, hogy ezt a stratégiát választotta, mert egy kiki mérkőzésen megmutatta a svájci elleni találkozó, hogy egy tét meccsen, nemzetközi tét meccsen, nem nemzetek ligája meccsen, az is tét meccs, most ne kezdjük el ezt a vitát, de egy Európa bajnoki tét meccsen, egy nagyon fontos találkozón, ott az nem ugyanaz, mint az Izrael ellen
labdához pozícionálni. Tehát nem ugyanaz. És a legfontosabb dolog az edzőnek... Nézik, hogy jó, de akkor miben fejlődtünk? És ez most nem piszkálódás, hogy hát, nyilván az igen. Eredmény az igazolja. Például védekezésben nagyon-nagyon fejlődött az Európa-bajnokság alatt, hiszen a három mérkőzés alatt a magyar csapat. Értem, én megint csak hallom a hangokat, hogy Skócia azért mégisem Németország, meg mégsem Svájc, ez igaz, való igaz. De akkor is stabilizáltuk, mert az első fél időben az Európa-bajnokság első fél idejében Svájc ellen azt hittem, hogy itt ötöt fogunk kapni, négyet kellett volna kapni. Akkor itt a Rudi-tól talán elhangzott, de javíts ki, hogyha nem így volt, de valami ilyesmi, hogy ez amiatt lehet, hogy már nem az érzelemre, hanem az eszére hallgatott rossz a csapat összeállítást illetően? Én most nyilván túlzok, túlzásba fogok esni, most honnan tudjam, hogy mi volt, de én úgy képzelem, hogy bementek az edzői öltözőbe a svájciak elleni első fél idő szünetében, és Marco Rossi azt mondta, hogy na jó, akkor itt most mindenki nyugodjon le nagyon gyorsan, maradjon csöndbe, és akkor elmondom, hogy hogy lesz. Mert itt most ez kontrollált támadás lesz, hogyha a jobb oldalra visszük el, akkor jobb oldalt rúgjuk fel a csatára, ha bal oldalra visszük el, akkor bal oldalt rúgjuk fel a csatára. Amúgy visszaállunk védekezni a saját térfelünkre, vagy ilyen ez a közép-mély blokkba, és onnan kontrázunk. És onnantól kezdve egészen máshogy nézett ki. Ja, meg az, hogy váltunk oldalt. Tehát csak ez a másik része, amit szeretnék itt megjegyezni, hogy amikor a magyar váltott helyzetet tudott kialakítani ezen az Európa-bajnokságon, valahogy az oldalváltás mindig része volt a repertoárnak, a taktikai repertoárnak. Na most, amikor a labdához pozícionál, nem tudom, mit csináltuk, akkor az meg volt tiltva. Akkor a Schäfer megfogta a középpályán a labdát, és kivitte a bal oldalra, és akkor ott próbáltak Sallai Balbekbe nem tudom, mit csinálni. Szóval nem akarok én se túl kritikus tenni, mert megértem, hogy vannak próbálkozások, meg egyébként néha még jól is nézett ki ezek a gyors kombinációk a magyar csapattól a korábbi meccseken, de ez egész egyszerűen nem áll jól a magyar csapatnak komoly találkozókon, tehát az a komolyabb ellenfelek ellen. Azért nem, mert, és most még egyszer, senkit nem megbántva, Botka Endre, Lang Ádám, Fiola Attila, Nagy Zsolt, Nagy Ádám, Callum Stiles, most soroljam, Ádám Martin, tehát ezek a játékosok nem erre a stílusra vannak kitalálva. És még a Schäfer András sem, és még a Szalai Attila sem, és még talán a Dárdai Márton sem. Tehát az, hogy a Szoboszlai Dominik Sallai meg tudja ezt oldani, és a Schäfer oda tud csatlakozni, az oké, okay. Meg a Bolla esetleg Kerkez, így öten vannak talán ezekbe a kezdő csapat körüli keretbe, akik meg tudják ezt a gyors, kis területen, rövid passzos játékot csinálni. A többiek azok nem, a többieknek egyszerűsített taktika kell, és ez bejött az előző két és fél mérkőzésen. És na de visszatérve itt, mert a Schäfert azért nem hagyom ki, már dicsértem korábban, de én teljesen belelkesedtem, mert én eddig is tudtam, hogy milyen jó, de közelről látni, hogy ez a gyerek ez mit munkálkodik, hogy összeszedje a második labdát. Én még esküszöm, hogy én, mint edző, le vagyok döbbenve. Olyan jól játszott, annyira sokat küzdött, és úgy tud szerelni, hogy nem faltol. Nagyon kis apró részletre tudtam itt most megfigyelni, nagyon sok apró részletet tudtam most megfigyelni ezen a találkozón, és én nagyon büszke vagyok, hogy a magyar válogatottnak van egy olyan játékos, mint Schäfer András, tényleg kiemelkedő volt. Másik pedig Sallai, aki még egyszer mondom, az átmenetekben sokkal jobban néz ki, de ez egy, a másik pedig, hogy ömlik belőle a magabiztosság. Annyira magabiztos, oxizik, visszahúzza sarokkal, megbevállalja az egy az egyet, a 94. percben is sprintel, tényleg ő neki bajnokok ligájában van a helye, és nagyon remélem, hogy meg is találja. A 100. percben. Pont a 90. bocsánat, mondjad jobban mondjad. Szóval, hogy a Sallainak a játéka is lenyűgöző volt, és még egyszer mondom, megismétlem, bajnokok ligájában kell nézzük őt, nagyon remélem az ősszel. Na nézzük gyorsan még, akiket mindenképp meg kell neveznünk. Egyrésztről ugye Barnárnak jobbulást kívánunk innen is, és hát ő helyette valakinek játszania kell. Hogy fog átalakulni a magyar csapat, amennyiben kell, és amelyetve kell játszanunk? Lesz-e szerintetek itt csavar, vagy pedig Ádám Martin fog kezdeni? Nyilván a választ majd akkor fogunk kapni, amikor kiderül, hogy most B1, E1, F1, ki lesz az ellenfél, akkor fogjuk tudni, hogy melyik lenne ugye a legjobb összeállítás. Ezt nyilván jelen pillanatban még nem tudjuk. Most zajlik ugye a horvát-olasz meccs, és ez a csoport, albánok, spanyolok játszanak.
Szóval bízunk abban, hogy ebből is még, erről az oldalról is lehet szerencsénk, hogy nem csak tovább jutunk, amire az elég nagy esélyünk van, ahogy mondtam, hanem még valami olyan ellenfél jut, mint akár Románia, ugye nagyon szerencsés csillagzat állás kellene, ahol tényleg lenne a magyar lenne. Válogatottnak esélye tovább jutni. Természetesen ugye a már csoport első tovább jutott Portugália ellen, vagy Spanyolország ellen, azért teljesen más csapatot láthatunk, vagy láthatnánk. De abból a kiegyenlített csoportból szerintem bőségesen lehet esélyünk valamelyik ellenfél ellen. És nyilván most ezért szorítunk, és ezért nehéz arra a kérdésre választ adni, hogy ki játszon. Viszont én azért még ide behoznám, ha már annyiszor beszéltem, és tényleg mielőtt bárki feltételezni, semmi kapcsolódásom nincs Botka Endréhez azon túl, hogy tényleg szerettem volna, hogy játszon a Fradiba is, és lehetőséget kapjon a válogatottba, hogy ugye az ő semmiből való bedobása is szerintem nagyon jó döntésnek bizonyult, mert a feljavuló Vidi Orbánnal az oldalán eszméletlen jó teljesítményt nyújtottak, és nagyon stabilak voltak végig az, hogy a három első védőnk ennyire stabil volt, az azért nagy mértékben hozzájárult ehhez a teljesítményhez és eredményhez. És ne felejtsük el azt sem, hogy Gulácsi Péternek nem kellett sokszor játékba avatkozni, de az a biztonság, amit ő is adott mind a három mérkőzésen, és az a teljesítmény, őt is közvetlen a Sallai Roli mögé helyezi ebben a raksorba, vagy mellé, mert tényleg nagyon jó volt, amit eddig tett. Nem tudok. Ja, bocsánat. Nem csak a Gulácsiról, egyetlen egy rövid gondolat, hogy amikor ugye a Courtois vagy Lunin téma volt, akkor azt hangzott el az esélylesők Európában, hogy itt nem érzelmi döntés fog születni. Nem azt kell ilyenkor nyilván Ancelottinak vagy Rossinak mérlegelnie, hogy kit szeret jobban, ki érdemelné meg jobban, hanem egyszerűen, hogy ki az, akiben bízik, és ki az, aki mellett leteszi a voks, a csapatérdek. Hogy igazából hallom, hogy még mindig ez a Gulácsi dolog feljön. Iván, a lelátón is feljön? Hallottál ilyen hangokat? Még egyszer mondom, hogy kiábrándító volt az átlag magyar szurkolói véleménycsokrot hallgatni. Még egyszer felhívom a figyelmet mindenkinek, hogy több piros-fehér zöldet kell nézni, mert itt megkapják a jobb információt. Hát de aki mert a nézés ezt hallja, az úgy is nézi. Mert ilyen, igen, tehát lehet, hogy majd elmondja a haverjainak, hogy ezt nézed, mert ilyeneket hallottam, és ez most halálkomoly, hogy hát igen, a Gulácsi sincsen jó formában, hát kettőt kapott vagy hármat kapott az első meccsen, kettőt a második, mert hát azért én azért többet vártam tőle, és én nézek rá, hogy mondom, mi van? Most nem azért mondom, de a Svájcán a legbiztosabb pont volt Gulácsi, németek ellen nagyon jól játszott, most is szenzációsan irányította a védelmet, megint olyan dolgokra figyeltem fel, ami ugye a képernyőn nem annyira, tehát hogy kontrollálta a tempót, minden labda kihozatal az attól függött, hogy Gulácsi jó döntést hoz el, vagy nem, és ő általában jó döntést hozott. Minden lábban megmozdulása bomba biztos volt. Most ez nem mond le semmit Dibusz Dénesből, de én nálam ez eldőlt, tehát a jó formában lévő Dibusz versus jó formában lévő Gulácsi, és már pedig jó formában van, egyértelműen Gulácsi, és ez nálam eldőlt, ezen az EB-n dőlt el, attól függetlenül, hogy én Dibuszt is nemzetközi szintű kapusnak tartom. Aztán a másik, amelyik eldőlt ugyanígy, és bár vitatkoztam az elején Rudival, most egyet kell értsek maximálisan, hogy tényleg Botka Endre az szerintem mindkettő előző játékosnál, most kicsit húzom a számot, mindkettő előző játékosnál jobban teljesített, én azt tudom elmondani. Fiola is jobban játszott, amikor nem szárnyvédő volt, hanem belső védő, Langnál mindkettő jobb volt, de én azt gondolom, hogy Botka, mivel frissebb, illetve mivel talán kieséses mérkőzéseken Rossi megint előkapja az olasz mentalitást, vagyis az ellenfél játékának elrontása, mint első számú szempontot, ezért Botka Endre tökéletes lesz. Nem elég, hogy ilyen hosszú bedobásokkal még segítette is egyébként a támadásokat, úgymond, hanem tényleg levette a pályáról a rákitűzött játékost, és nagyon, nagyon taktikusan, nagyon életen focolt. Jó volt látni Botka Endrét. Ő is meglepő, hogy ilyen kevés játék lehetőséggel, amit ebben az évben kapott, mennyire magabiztosan és hát jó minőségben tudott belépni egy ilyen fontos találkozón. Na Iván, elrontjuk az olaszok, ahogy szokták az ellenfél játékát, mi magyarok is, de ki lesz elől, ki az ég? Hú, hát ez nagyon nehéz, mi rugdossuk fel a labdákat, úgyhogy
Ádám Martin. Főleg azért, még egyszer, mert nagyon jó lenne mondani, hogyha labdát tartó csapat lennénk, akkor bemondanám, hogy itt az esély Szoboszlai Dominiknak, hogy hamis 9-es legyen, mert akkor kicsit kiváltjuk a védekezésbe, mint amit. Tehát nem ez a 9-es dolga nálunk. Tehát a spanyoloknál lenne egy izomsérüléssel bajlódó 10-es, mert teszed árnyékékbe, akkor megvagy. De itt nem lehet Szoboszlai felugrott fejelni, érted? Nem fogja tudni ezt megcsinálni. Ádám Martinnal meg ugye nyilván az a baj, majd Rudi is elmondja, hogy ez a kérdés, hogy 45 percnél tovább tud-e magas szinten teljesíteni egyébként, amire beállt, tényleg nagyon jó volt, és az a szerelés a 16-oson belül is mutatja, hogy csapatjátékos. És gazdag, amiről beszéltetek, csapatjátékos. Ötleg Szoboszlaival. De gazdag ugyanaz, mint Szoboszlai, hogy nem tudja a labdákat megtartani. Tehát én azt gondolom, hogy itt Ádám Martin lesz, és hogyha nem Ádám Martin, akkor kell egy olyat váltani, hogy kisebb első hármas, esetleg a Csobot Kevinnek adni egy hosszabb periódust, esetleg most a Horváth Krisztofert kipróbálni egy ilyen találkozón, ahol megint csak arról van, hogy ő, mint hamis 9-es, hogy visszább jönne. Csak attól tartok, mondom, hogy rugdossuk fel a labdákat, és hogyha rugdossuk, akkor csak az Ádám Martin tudja ezt megoldani. Hát egy olyan témát még mindenképpen szeretnék kibeszélni veletek, amelyel én még mindig nem tudok napirendre térni. Egyrésztről nagyon örülünk, mert a Stuttgarti Klinika arcsérülésekre szakosodott orvosai arról tájékoztatták ugye a nézőket, hogy a beavatkozás komplikációmentes volt. Úgyhogy ez egy jó hír. Viszont az, amit az UEFA közleményben kiadott, hogy ők gyakorlatilag megvédik az egészségügyi stábot, amely Varga Barna súlyos sérülésénél szerintük jól működött közre, én akkor egy értetlenül néztem magam elé, és örülök, hogy elolvastam a Zaher Gáborral készült interjút, mert abban azt mondta, hogy szeretné egyértelművé tenni, hogy a csapatorvos másodpercekkel az eset után már ezt mondja az UEFA, hogy beavatkozott, ő meg azt mondja, hogy vannak szabályok, de hogy ilyenkor nem a szabályokra kell figyelni, hanem gyakorlatilag arra, hogy ha életveszély van, akkor menni kell, igen. Tehát, hogy itt nem kell mérlegelni. És én láttam ezt a mérlegelést. Tehát én láttam a tipródást, legalábbis a közvetítésben, nem tudom, hogy a helyszínen ez mennyire tűnt föl nektek, hogy itt most tipródás van. Iván, te hogy láttad ezt a szituációt? Gyors leszek, hogy Rudi is el tudja mondani a véleményét. Én nekem kettős érzésem van. Próbálok úgy válaszolni, hogy ne legyek közellenség itt most. Tehát az első érzésem az, hogy ilyenkor nem szabadna megvárni, hogy bárki jelt adjon arra, hogy bemehet-e vagy nem. Tehát ugye erre nem kell protokoll, hogy most bejöhet az orvos, nem jött be az orvos, hát eszméletlenül fekszik az ember a földön, ne kelljen már itt a bíróra, tudod, a játékvezetőre várni, hogy ő megmondja, hogy most akkor be lehet jönni, vagy nem, ez az egyik. A másik pedig az, hogy kicsit a játékosok kétségbe estek, pánikba estek, és ez érthető reakció tőlük, de az nem volt fontos, hogy a hordágy mikor érkezik meg. Tehát az nem volt, mert volt egy hordágy eleve, és akkor volt egy ilyen kerekes hordágy, és akkor abból lettek képek, hogy Szoboszlai küldi be a kerekes hordágyat, de már alapvetően volt egy másik, egy kézzel hordozható hordágy bent. Tehát hogy szerintem ez már nem volt része annak, hogy most megmentjük az esetlegesen Varga Barna életét, vagy nem. Szerintem egy kicsit pánik hangulat volt, egyébként nagyon ijesztő volt, nagyon örülök, hogy jól van, mert ott mind nem tudtunk semmilyen információt, ez volt a legrosszabb talán, de én azt gondolom, hogy a UEFA részéről sem nézett jó ki a sztori, meg a magyar válogatott játékosai is pánikoltak egy kicsit. Ez, ami egyébként ez érthető. Ez borzalmasan nézett ki különben, és kiegészítve azt, amit mondasz, Iván, a baj talán az volt, hogy a kézzel bevitt hordágyat is sétafikálva, mintha a Váci utcára sétáltak volna, úgy vitték be, oda is oda kellett futni a Szoboszlai Dominiknek, és tívánja, hogy jöjjenek már gyorsabban befelé. De tényleg ezek voltak azok a pillanatok, amelyek így lelkileg annyira lerántották az embert abból az izgalomból, ami tulajdonképpen itt a mérkőzés vége felé ugye folyamatosan emelkedett. És tényleg itt az volt az érzés, hogy itt tök mindegy, hát menjünk haza, veszítsük el a meccset, lehet itt bármi, csak Varga Barnával legyen minden rendben. És egy ilyen szituációban, ahol valóban ugye a tévéből aztán nem láthattad, Iván, de az tökéletesen visszajött, hogy ott nagyon nagy probléma van, szóval nem volt természetes, nem voltak természetesek de a mozdulatai. Is, lehetett látni, hogy a levegővétel sem természetes, szóval tényleg nagyon-nagyon rosszul nézett ki, utána el is vették nagyon gyorsan a képeket. Szóval egy ilyen helyzetben bármire ilyen jelre várni, akármilyen sípszóra, játékvezetőre, bárkire,
Ilyen nincsen. Szóval itt Ez igen. mindenkinek eszeveszettül rohanni kell. Persze, amikor már bent vannak az emberek, és stabilizálják az állapotát, vagy felmérik, hogy mennyire súlyos a dolog, az már egy más történet, ott már nyilván nem arról szól, hogy most a kerekes hordágy jön be, vagy a kézzel hozható hordágy. Igen. Viszont az, hogy minden másodperc számít akkor, amikor nekik oda kell érni a kapu elé, ez megkérdőjelezhetetlen. És ebben nagyon nagyot hibáztak. Nincs olyan videó, amit visszanéznek, és azt a teszetosszaságot látva Igen. azt mondják, hogy itt nem történt hiba, vagy mindenki mindent megtett azért, hogy megmentsen egy ember életet. Mert ezt nem lehet, nincs olyan videó, amiből ezt ki lehet venni. Tehát és ez katasztrófa egyébként volt. igen, talán túlbeszéljük ezt, de ugye ez érdekes, nekem bennem is egy kis morális vagy etikai kérdést vetett fel az egész, hogy ugye amikor mondja az edző neked, hogy sprinted le ezt a 30 métert, akkor még a utolsóra még így beleteszem még két lépést, hogy úgy tényleg úgy nézel ki, mint aki sprintel már. Hát nagyon fáradt vagy, de szóval, hogy itt is azt kellene, nem tudjuk a protokollt, nem tudjuk, hogy melyik embernek mennyire kellett sietni a protokoll szerint, és egyébként itt már nem akarok okoskodni, hogy tehát, hogyha van egy protokoll, akkor azt tartsuk be. De akkor legalább mutassa azt, hogy tényleg hát az arra azt mondta, érni, aki ezt nem bírja, ne csinálja. És nekem ez tetszett ez a mondat, még egyszer mondom, aki nem bírja, nem szó, igen. Hogy ne csinálja, mert egyébként tényleg ez ilyen sétafikálásnak tűnt. Ez a azt baj. Is elmondta az a her, hogy ilyenkor gyakorlatilag rengeteg kiló, tehát legalább 20 kilós hátizsák, 15 kilós defibrillátor, legalább 15 kilós orvosi táska van velünk, és hordozható hordágy, a nyakrögzítő, a felszerelés minden egybevéve 70-80 kiló. És így kell futva megtennünk a távolságot. És azt emelte ki, hogy ilyenkor nincs protokoll, és szerintem sincs. Tehát ez így van, ebbe egyetértek. Hogy oké, hogy benn volt a csapatorvos, de hogy a PID doktor, ahogy ő hívta, őnek is be kellett volna rohannia. De azt lát, ő berohant, ő is, ő már rohant, ő már sprintelt, ő utcai ruhában volt legalábbis, én úgy gondolom, hogy ő volt. Hát meg a személyzetének, úgy értem, igen. Igen, azt nem tudom, de még egyszer mondom, én nem értek ehhez, én nekem mondom a kettő együtt, hogy nem nézett ki oda, hogy hozzáálltak, meg mi is egy kicsit pánik hangulatban voltunk. Viszont, hogy pozitívan zárjuk le ezt a sztorit, teljesen megváltozott a lelátónak a hangulata. Komplett. Tehát nem az volt, hogy falfehér lett mindenki, és akkor most mi van, hanem amikor már úgy tűnt, hogy kivitték, és akkor már látszódott, hogy azért nem Eriksenről van szó, most mindenki értse jól. Egyébként ez is érdekes, hogy az Európa-bajnokságokon mostában az UEFA-nak nem sikerül jól kezelni ezeket a... Vagy valami mindig történik, nem az, hogy nem jól kezelik, de valami mindig történik, kicsit szerencsétlenek, de hogy megváltozott a lelátó hangulata, és a magyar válogatott játékosai kettőzött elánnal mentek utána vissza a harcba, és ezt jó volt látni. Nem csak a lelátónak, a pályának is megváltozott a hangulata utána, szerintem. És ez nagyon nagy kérdés is volt, hogy a magyar válogatott játékos hogyan reagálnak egy ilyen szomorú történetre, és nagyon jól jöttünk ki ebből az egész nagyon szituációból. Utána kezdődtek el a cserék is, így és van. Hát ez egy plusz hozadéka ennek a mérkőzésekről, és akkor valóban pozitívan zárjuk, hogy ez kellett ahhoz, ez a pozitív hangulat, igen. És ez a plusz erő, amit lehet, hogy ez a szituáció szült és adott pontosan. Ahhoz, hogy utána a 90. percben, hogy nehogy rám szóljál, köszönöm szépen. Mindenkit az égbe lőttek boldogságilag, szóval tényleg igen. Fantasztikus volt, ahogy felrobbant a stadion, ahogy felrobbant minden, nem tudom, kiülő helység itt Budapesten, jöttek a videók megállás nélkül, mindenki ezzel foglalkozott, szóval tényleg ez az erő, ami onnan indult, hogy, és az az összefogás, hogy ú, Varga Barna, legyen minden jó veled, odáig, hogy na, megvan, és teljesítettük, amit kellett, ez tényleg fantasztikus volt. És megtört végre a militárátok, mehetsz ezen túl magyar válogatott mérkőzésre, még Szabi is engedélyezi, mert hogy... Nem lehet, hogy elmentél pár perccel a vége előtt? Igen, hát de már sőt, ne haragudj, hát ilyet egymásnak ugrottak az emberek, könnyek csordultak, minden volt, ez tényleg a top egy élmény eddig életemben futballmeccsen. Hát akkor gyere legközelebb is, és hát lesz Iván elemez is majd a csatornánkon, hogyha Iván végül El Pasóig eljut, és abszolválni tudja. Köszönjük szépen, hogy félúton megálltál ugye Atlantában, vagy ha jól tudom? Ott. És leültél a bőröndödre, és elkészítettük a piros-fehér-zöldet a transferbe, ugye ott vagy? Igen, így. Transzitban. Nem semmi. Vagy nem a tranzitba, bocsánat, már transfer. Hát a transfer időszak az majd jön, hamarosan arról is beszélünk. Na ez volt a mai piros-fehér-zöld, biztosan, hogy biztos, hajrá magyarok, és hát reméljük, hogy akkor innentől megsállunk a döntőig. Sziasztok! Sziasztok! Hajrá magyarok, sziasztok!